Üdvözöllek! Ebben a feladatban egy 3x3-as mátrix saját értékei, saját vektorait fogjuk meghatározni, és ennek segítségével fogjuk felírni a mátrixot olyan alakban, hogy S, D, S inverz. Ezt a felírását egy mátrixnak szokás még úgynevezett spektrális felbontásának is nevezni. Mi emlékszünk, hogy ez onnan jött, hogy új bázist kerestünk, amelyben egy lineáris leképezés már diagonális alakúvá válik, legalábbis a mátrixa. Legyen tehát itt adva a mátrix, az A mátrix, és akkor határozzuk meg első lépésként a saját értékei. Ide akkor kivonunk be lambda szor i-t, ahol az i az az egység, az identitás, akkor ezt kapjuk, és ennek kell venni a determinánsát. Ezt az első sora szerint szépen kifejtjük, vigyázzunk arra, hogy a saktábla szabály határozza meg az előjeleket, tehát írjuk, hogy plusz, mínusz, plusz, és ha az első sor szerint fejtjük ki, akkor ez azt jelenti, hogy 1 mínusz lambda szor ez az aldeterminás, mínusz egyszer ez az aldeterminás, plusz kétszer ez az aldeterminás. És akkor ezt is szépen kiszámolgatjuk, akkor egy harmadfokú polinomot kapunk. Ennek a megoldásait közelítőleg föl tudjuk írni. Azt látjuk, hogy 3 különböző saját érték van. Láttuk egy korábbi tételben, általában is, tehát nem csak 3x3-as mátrixokra, hanem hogyha van egy lineáris leképezés, aminek mindegyik saját értéke különbözik egymástól, tehát a polinomnak egyszeres gyökei, akkor a megfelelő saját vektorok azok lineárisan függetlenek, és hát mivel maximális lineárisan független rendszer, ezért akkor az egy bázis lesz. Ezt ugye említettük már ott is, hogy ez egy elégséges feltétel, nem szükséges. Ennél a példánál ez most pont így lesz. Nézzük az első saját értéket. Határozzuk meg akkor a megfelelő saját vektort. Ugye azt kell megnéznünk, hogy ha az abból levonjuk a lambda egyszer egység mátrixot, akkor ezt kapjuk, hogy akkor ennek mi lesz a nulltere, tehát mely vektorokat képezi a nullába. Ugye ezt akkor úgy oldjuk meg, hogy veszük a kibővített mátrixot, és végrehajtjuk a Gauss, illetve hát a Gauss-Jordan féle eliminációs eljárást, aminek tehát az a lényege, hogy egy úgynevezett redukált sorlépcsős alakot kapjunk. Nem mindig szokták kiírni itt a nullát, kis helyspórolás az oka, ennek az az motivációja, hogy amikor végrehajtjuk az elemi sortranszformációkat, ugye itt látjuk, hogy ezek a nullák mindig nullák maradnak, hiszen nullának számszoros a nulla, felcserélek esetleg két sort összeadok, nullaszor akármi, az mindig nulla, exaktul nulla. Tehát azt sokszor nem írják. És akkor itt látjuk, hogy itt szépen le van írva lépésenként, hogy mi történik. És a végén megkapjuk, hát legalábbis bízunk benne, hogy a kerekítési hibák nem olyan nagyok, tehát hogy 3/10 egy pontosságig ez pontos. Akkor itt van, és mit látunk? Természetesen, hogy itt az utolsó sorban nullát kell kapnunk. Ha itt nem azt kapnánk, akkor azt jelenti, hogy valahol elszámoltunk valamit. Miért? Mert ha van saját vektor, akkor annak tetszőleges számszorosa is saját vektor, tehát nem lehet egyértelmű a megoldása a homogén egyenletnek, tehát muszáj végtelen sok megoldást kapnunk, itt nem kaphatunk a főátlóban végig egyest, akkor baj van. És akkor ezt szépen így visszafelé megoldjuk, tehát veszük
ezt az egyenletrendszert, először ezt oldjuk meg, ebből megkapjuk az x2-t, ha kell, akkor azt visszahelyettesítjük, hát nem, itt most nem, mert redukált, tehát fölötte az ott a nulla, tehát nem jelenik meg, megkapjuk az x1-et, és végül is ez lesz a válasz, vagy hogyha egy kicsit szebben szeretnénk írni, akkor kiemeljük az x3-at. És akkor itt az x3-at 1-nek vették, mert hát nyilvánvaló, hogy nem köbgyök-pinnek fogjuk választani, hanem 1-nek, azzal kényelmes számolni. Másik szokás, hogy 1-nek választjuk ugyan átmenetileg, de utána, amikor a saját vektort akarjuk fölírni, akkor kiszámoljuk ennek a vektornak a hosszát, és elosztjuk a hosszával. Ezt úgy mondják, hogy a vektort normáljuk. Mert akkor már egy olyan vektort kapunk, aminek a hossza 1 lesz. Tehát egységvektor lesz. Erre azért van szükség, mert vannak tételek, amelyek eleve úgy szólnak, hogy felteszik, hogy a saját vektorok egy hosszúak, tehát normáltak. Van olyan tétel, ahol erre nincs szükség, és akkor, hogy egységes legyen, ez egy jó szokás, mindig normáljuk úgy, hogy egy legyen hossza. Egyébként, ahol nincs szükség rá, ott is ezt érdemes numerikus okokból, tehát, hogy amit számolunk, az numerikus hibákkal szemben stabilabbá válik. Sikerült tehát meghatároznunk a lambda 1-hez tartozó saját vektort. Veszük a következőt, a lambda 2-t. Itt is megnézzük a homogén egyenletet, számolgatunk, redukált sorrépcsős alakra hozzuk, és megkapjuk, egy szabad paraméter lesz, azt egynek választjuk, meg lesz a következő saját vektor. Hasonlóan a harmadik saját vektornál is, ugye a lambda 3 közelítőleg ennyi, homogén egyenletet oldjuk meg, redukáljuk, itt is az x3-ot 1-nek vesszük, és megkapjuk a saját vektort. Akkor ezek szerint mit mond ugye ki a tétel, hogy a diagonális mátrixban itt lesz lambda 1, lambda 2, lambda 3, az, amit mi korábban S-sel jelöltünk, ott pedig itt lesz a lambda 1-hez tartozó saját vektor, mint oszlopvektor, itt a lambda 2-höz tartozó oszlopvektor, itt pedig a lambda 3-hoz tartozó oszlopvektor. Meg kell határoznunk az inverzét. Hát erre több módszer van, ezt meg lehet valósítani szintén a Gauss-Jordan eliminációval. Hogyan? Hogy néz ez ki? Erről nem sokat beszéltünk, de most megmutatom. Mellé írjuk az egységmátrixot. És akkor elemi sortranszformációkkal látjuk itt aztán egyre nagyobb számok vannak, tehát ez azért fárasztó kézzel számolni, azért mondtam, hogy ezzel túl sokat nem foglalkozunk a numerikus részével, aki numerikus módszerekkel majd találkozik, ott ez szépen ki lesz elemezve, esetleg több algoritmussal is megismerkedünk. Különböző szoftverekben bízunk benne, hogy azért ezek elég jól ott vannak, tehát próbáljuk meg használni, de azért nem árt az óvatosság. Tehát például a végén szokták csinálni azt, hogy kijött valami, és akkor összeszorozzák az eredetivel. Hogy tényleg az egység mátrixot kapjuk-e, vagy mennyire tér el tőle. Ugye puding próbálja az evés. És akkor az történik, hogy elemi sortranszformációkat alkalmazunk, ugye itt megpróbáljuk elérni először a lépcsős alakot, így szépen, utána pedig redukáljuk. Sok redukció azt fogja eredményezni, hogy itt megjelenik az egységmátrix. És akkor itt azt kimondja egy tétel, hogy akkor mit megjelenik, az pont az inverz lesz. Most van egy mátrixunk, nem tudjuk, hogy invertálható-e. Akkor írjuk mellé az egységmátrixot, próbáljuk ezt így számogatni, és akkor kiderül, ha valahol elakadunk, nem tudunk tovább folytatni, mert mondjuk egy sorban megjelent egy csupa nulla,
Azt jelenti, hogy az a mátrix nem invertálható. Ha meg itt szépen végig haladunk, itt megjelenik az egységmátrix, akkor az egy invertálható mátrix, és rögtön az inverzét is megkapjuk. És akkor ezt felhasználva az a mátrix úgynevezett spektrális felbontása, tehát itt P-vel jelölték, mi nagy S-sel, ugye azt tartalmazza a saját vektorokat. A egyenlő S-szer diagonális mátrixot, S inverz. Tehát így néz ki, ilyen felbontás, aminek ugye számtalan előnye van, például, hogyha ki akarjuk számolni az a tizedik hatványát, akkor ezt itt 10-szer leírjuk, és itt ez az inverz, meg az eredeti pont egymás mellé kerül, ami kiejtik egymást, tehát akkor ennek a tizedik hatvány az egész egyszerűen az lesz, hogy a diagonális mátrixot kell tizedik hatványra emelni. Azt jelenti, hogy a fő átlójában levő elemeket kell tizedik hatványra emelni, ami így azért könnyű. Később, illetve hát kicsit előlegezem, differenciál egyenletek elméletében olyat is definiálnak, hogy E, és kitevőben mátrix van. Tehát nem szám, nem valós, nem komplex, hanem egy mátrix, egy négyzetes mátrix. És akkor be lehet bizonyítani, tehát, hogy E ad A, az nem más lesz, mint P-szer, E ad D, szer P-inverz. És akkor csak az E ad D-t kell meghatározni, kiszámolni, és az nem más lesz, mint hogy az egy olyan négyzetes mátrix lesz, diagonális mátrix, tehát, hogy csak a főátlóban lesznek elemek, főátlóbeli elemek azok lesznek, hogy E ad lambda 1, E ad lambda 2. És ezt lehet általánosítani, tehát például ki akarom számolni egy mátrix színuszát, akkor csak itt a főátlóbeli elemek színuszát kell venni, és kész. Hát ha belefér az időben, akkor erről később szó lesz, de ennek is nagy irodalma van, mert az alkalmazásoknál, tehát, hogy mondtam, differenciál egyenletek elméleténél, ez bizony fontos lesz.